Önök az M-Plain Televízió március 11-i híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreinkkel kezdünk. A települések jegyzőjénél kell igazolást kérni a vállalkozóknak, ha mentesülni szeretnének a dupla személydíj megfizetésétől. Több szakigazgatási szerv egy helyen a Sárospataki járási hivatalban. Színes nyári programokkal készülnek Sátoraljóhelyen. Négy napirendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén Sárospatakváros önkormányzatának képviselőtestülete. Ennek kapcsán döntés született arról, hogy a tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Stoll László fogorvosi körzetében dr. Szenes Tibor rendel majd. Emellett tájékoztatót hallgattak meg a jelenlévők az IHK-val kapcsolatos vállalkozókat érintő személydíj ügyével kapcsolatban is. Mivel több napirend kapcsán sem tudta a Sárospataki képviselőtestület megvárni a rendes ülést, ezért rögtön négy napirend kapcsán foglaltak állást. Elsőként a fogorvosi ellátásról döntöttek. Tragikus körülmények között elhunyt dr. Stoll László fogorvosi praxisának a helyettesítéséről szóló döntés, hiszen a munka, az élet az nem állhat meg. Továbbra is az a Bodrog Dentál fogja ellátni a helyettesítést, amely eddig is működtette a fogorvosi ellátást, és továbbra is az a Szenes Tibor doktor úr fogja, akit eddig is a pataki lakosok megelégedéssel fogadtak itt Sárospatakon. Következő napirendi pontunkban a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének a megbízásáról döntöttünk, hiszen az üzleti tervében jóvá hagytuk azt a bruttó 120 ezer forintos összeget, amelyen ezt a munkát elvégzi, ám a képviselőtestületnek ezt értelemszerűen jóvá kellett hagynia, tehát erről döntött a képviselőtestület. A jelenlévők tárgyaltak egy egyoldalú jogi nyilatkozatot is, amely kapcsán született döntésről hamarosan írásban is értesítik az azt benyújtót. A jelenlévő képviselők tájékoztatót is meghallgattak az IHK-val kapcsolatos, vállalkozókat érintő dupla személydíjként ismerté vált ügy kapcsán. Azokban a magánlakásokban, ahová még a magánlakás tulajdonosához kapcsolható gazdasági társaságok, vállalkozások, általában szellemi tevékenységet végző cégek voltak bejelentve, még egyszer kiszámlázta a szemétszolgáltató a szemétszállítási díjat. Nos, akkor is éreztük, hogy igazságtalan, hiszen egy el nem végzett szolgáltatásról kaptak számlát, mégpedig úgy, hogy szemét sem keletkezik, és értelemszerűen nem is volt meg a szolgáltatás. Nos, akkor állapodtunk meg, hogy két úton indulunk el. Az egyik az, hogy a két országgyűlési képviselőn keresztül kezdeményezzük a törvénynek a módosítását. Ez megtörtént, ám ismerve az országgyűlésnek a munkatempóját, ezzel azért hónapokig kell majd várni, amíg foglalkoznak vele, de hogy addig se kerülhessenek kellemetlen helyzetbe és veszteségbe a vállalkozások, ezért akkor úgy döntött a tulajdonosi tanács, hogy egy mindenkire egységesen vonatkozó rendelet tervezett kidolgozását kezdjük el. A napokban megtartott tulajdonosi tanácsülésen pedig hosszas vitát követően mindenki számára megnyugtató döntés született, tette hozzá a polgármester. Most értünk abba a fázisba, hogy a tulajdonosi tanács az elkészült rendezett tervezetet véleményezte, jóváhagyta, felszállt a fehér füst, hiszen egy több mint három órás helyenként kemény vitával sikerült ezt az ügyet lezárnunk. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy a holnapi taggyűlés után megnyugtatóan rendezni tudjuk a helyzetet. A helyzetet nem könnyítette az, hogy volt néhány település, akik a vállalt formát, akik a megállapodásban nem tartva hamarabb fogadták el ezt a rendeletet, veszélyeztetve a saját vállalkozásukat és a saját önkormányzatukat is. Nos, az egységes rendelet elfogadása után természetesen nekik is lesz lehetőségük ehhez csatlakozni. Én úgy gondolom, hogy mindenki számára megnyugtatóan tudjuk rendezni ezt az aktuális problémát. A vállalkozásoknak április 15-ig kell igazolást szerezniük arról, hogy kommunális hulladékon kívül más szemetet nem termelnek, és annak elszállítási díját a székhelyként megjelölt családi házban és lakásban már megfizetik. Csak ennek az igazolásnak a benyújtásával tekint el a dupla személydíj megfizetésétől a helyi hulladékszállító vállalat. Elkészült az új egységes rendelet, amelyet az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 81 települése vesz át. A rendelet április 1-én lép életbe, addig viszont a nyilatkozatokat meg kell tenni a vállalkozóknak.
közös hulladékgazdálkodási rendeletet készítenek az Abaúj-Zempléni Szilárd Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás települései annak érdekében, hogy azoknak a gazdasági társaságoknak, akik családi házba vagy lakásba vannak bejelentve, ne kelljen dupla személydíjat fizetniük. A rendeletet többször egyeztették a szolgáltató és a négy zempléni városi jegyzői, így a végleges szabályozás szerint a vállalkozásoknak az adott település jegyzőjénél kell kérni igazolást arról, hogy ők csak kommunális hulladékot termelnek, és annak szállítását a családi házban, ahol a telephelyük van, már megfizetik. Az új rendelet szerint a jegyzőnek kell majd igazolnia, hogy ők háztartási hulladékot termelnek, bizonyos rokonsági fokban állnak a magánlakásnak a tulajdonosával vagy tulajdonosaival, és ennek az igazolásnak a kiadásához viszont mindenféleképpen szükségünk van az adott gazdálkodó szervezetnek a cég kivonatára, ezt természetesen nem eredetit kérünk, valamint a lakás vagy a családi ház, az ingatlan tulajdonosának a lakcímkártyájára és személyazonosító okmányára. A település jegyzője által kiadott igazolásokat április 15-éig kell eljuttatni a ZHK Nonprofit Kft.-hez, akik így már a következő negyedévi számlát nem küldik ki, és az előző negyedévben kiküldött díjaktól is eltekintenek. Érinti ez a rendelkezés azokat a gazdasági társaságokat is, akiknek székhelye olyan bérleményben van, ahol az ingatlan tulajdonosa már megfizette a hulladékszállítási szolgáltatást. Nekik szintén igazolást kell szerezni. Kell egy magánokiratba foglalni azt, hogy bérel egy ingatlant, és ugyanakkor viszont, akit tőle bérli, az megfizeti a hulladékszállítás díját a bérlő vagy használó helyet. Is. Az új rendeletet külön-külön el kell fogadniuk a települési önkormányzatoknak, és az leghamarabb április 1-én léphet életbe. Egy nap alatt sikerült megoldani két szervezeti egység átköltöztetését a Sárospataki járási hivatalnál. Az élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztály, valamint az erdészeti osztály eddig a Sárospatak Veselényi úton volt található, néhány napja már a járási központi épületben. Igyekeztek úgy megszervezni a költözést, hogy az ügyfeleknek ezzel ne okozzanak fennakadást, hiszen számtalan határidős ügyben kell eljárnia az osztály munkatársainak. A Veselényi útról a Kossuth utcára költözött több a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal Sárospataki járási hivatalához tartozó egység. Ezen túl a hatóság és gyámügyi, a kormányablak, az építésügyi osztályon kívül az élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztály, valamint az erdészeti osztály is a központi épületben érhető el. Múlt héten történt meg ez a költözködés lebonyolítása, mai napra már mindenki belakta az új helyét, elfoglalta a helyeket, és tulajdonképpen így elérhettük azt, hogy a foglalkoztatási osztály kivételével valamennyi járási hivatali munkatárs a Kossuth út 44 szám alatt került elhelyezésre. Ez mind az ügyfelek, mind a munkatársak szempontjából jelentős előrelépés, hiszen valamennyi munkatársunk egy helyen elérhető. Az ügyfélszolgálati feladatokat igyekszünk a kormányablak irányába terelni, a fő prioritás ott történik, az ügyfélszolgálati feladatok ellátása terén, azonban minden más ügyintéző, minden más munkatárs és minden egyéb döntéshozatal pedig itt házon belül történik. Az új munkatársak irodáinak berendezése megtörtént, természetesen, ahogy egy költözéskör szokott lenni napközben, folyamatosan rendezkednek, hogy minél hatékonyabban tudjanak működni. Az ügyfelek viszont semmit nem éreznek mindenből, hiszen az ő érdekükben a munkavégzés folyamatos, ott jártunkkor is többen voltak az új irodáknál. Az ügyfeleink örülnek ennek, és jó néven veszik, szívesen veszik azt, hogy valóban egy fizikai helyre beérkezve valamennyi ügyüket el tudják intézni. A Sárospataki járási hivatal vezetője azt is elmondta, mostanra több mint 40 fővel dolgoznak a belvárosi épületben, és amennyiben évközben még további strukturális átalakítások valósulnak meg, vannak szabad irodahelyiségeik az épületben. Lát-Pullát, Apostol Együttes, Charlie, Nagy Feró.
A tavaszi-nyári nagy rendezvények fellépőinek többségét már leszerződtette a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ. A 2016-os programfüzet a napokban jelent meg, benne a jelentős városi rendezvények és mindazon események, amelyet a civil szervezetek más intézmények szerveznek. Kovács Kati nőnapi koncertjét már megtalálhatták az érdeklődők az újhelyi programfüzetben. Az új kiadványban már szerepelnek azok a rendezvények, amelyeket a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ szervez, és benne vannak azok is, amelyeket civil szervezetek vagy más intézmények eseményeihez köthetők. A kiadvány megjelentetésével azért várt február végéig a központ, mert szerették volna dátummal szerepeltetni benne a neves fellépőket. A sort a lárpullárt kezdi április 27-én. Két részből áll a programfüzet, vannak a kiemelt rendezvényeink, ahol már tudtuk, hogy milyen napon, tehát melyik hónap, melyik napján valósul meg, az már úgy is jelent meg, sőt most még az éven az is újdonság ezzel kapcsolatban, hogy a mi programjaink, tehát a Művelődési Központ programjainál már megjelentek azok a fellépők, akiket már biztosra tudunk, hogy a rendezvényeinken fellépnek. Ilyen a május 1-i rendezvény, ahol az Apostol, a Családi Nap rendezvénye, ahol ugye Charlie a sztár vendég. Az új kiadvány megtalálható a Sátoraljaújhelyi Turinform irodában és a Kossuth Lajos Művelődési Központban. Szolidaritási gyűlést tartottak Sárospatakon a Vas Albert emlékkőnél. Az eseményre azokat várta a szervező Vas Albert kör, akik támogatják Székelyföld autonómia törekvéseit. Az esemény keretében a felszólalók a székely vértanúkra emlékeztek. Emellett kiemelték, hogy ez az esemény az összetartozás érzésének megerősítését is hivatott elősegíteni. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése nyomán március 10-e a Székely Vértanúk és a Székely Szabadság emléknapja. Ennek nyomán nem csak határon túl emlékeznek meg erről a napról, hanem itthon, több városban is, így Sárospatakon is szolidaritási gyűlést szervezett a Vas Albert kör. Tarnavölgyi László elnök ennek jegyében emlékezett a Székely Vértanúkra. Ma a Székely Szabadság napja van, mely alkalmat ad arra, hogy ismételten kinyilvánítsuk szolidaritásunkat azokkal, akik nehéz harcokat vívják önrendelkezési jogaik elismertetéséért. Bevezetésként engedjék meg, hogy pár szóban felelevenítsem e nap történetét. 1854. március 10-én végezték ki a Marosvásárhelyi postaréten a székely vértanúkat. Bágyi Török János tanár, Martonosi Gálfi Mihály ügyvéd, és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokos, a magféle összeesküvés tagjaiként kívánták az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját újra fellobbantani. A nemzeti önrendelkezés volt az a cél, amelyet életüket adták, példát mutatva bátorságból és hűségből az utókornak. A ma élő székelyek számára ez a nap nem csak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé is. A tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében. A Székely Szabadság napja tehát valójában a Székely Vértanúk emléknapja, és ez a nap az elmúlt években az autonómia küzdelem legfontosabb napjává vált. Az eseményen Földházi István mondott verset, majd Aros János polgármester emlékeztette a jelenlévőket, hogy a Sárospataki kiáltvánnyal a település és a régióban élők elsőként támogatták a Székely Szabadság napja alkalmában megfogalmazott törekvéseket. A székely zászló mára már sokkal több lett egy regionális szimbólumnál, egy őszinte, egy tisztességes szándék, a székely szabadság törekvés jelképe, hiszen az autonómiát éppen a székelység magyar nemzeti összetartozás, nemzeti önazonosságnak védelmére kívánják megteremteni. Mi, sárospataki lakosok, az elsők között voltunk, akik magfalvi testvéreink felhívására kitűztük a Körösfőtől kapott, megszentelt székely zászlót a Városháza homlokzatára, ezzel biztosítva támogatásunkról székelyföldi testvéreinket. 3 évvel ezelőtt, szerintem valamennyiünk számára meglepően nagy számú, velünk egyetértő sátoraljaújhelyi, sárospataki, bodrogközi, hegyközi, hegyaljai honfitársunkkal együtt egy közös kiáltványban támogattuk az egységes és oszthatatlan Székelyföld megőrzésére irányuló törekvéseket. Ez a nyilatkozatunk a mai napig megtalálható a Székely Nemzeti Tanács honlapján, Sárospataki Kiáltvány néven.
Az esemény keretében Novák Vilmos személyes élményeit, tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel, ő ugyanis Székelyföldön született és élt. Ezt követően az Árpád Vezér Gimnázium jelenlegi és egykori diákjai adtak ünnepi műsort. A sportolni vágyók is bőven találnak programot a hosszú hétvégén. Holnap délután 2:30-kor egy országos rendezvényhez csatlakozhatnak a futók, Sárospatakról, illetve Sátoraljaújhelyről egy időben indulva összefuthatnak a Károlyfalvai elágazásnál. Vasárnap a jóga és a testi-lelki harmónia iránt nyitottakat várják Sárospatakra egy érdekes rendezvényre. De ezek csak az első tavaszi programok, még számos más sportrendezvényt is terveznek a szervezők mindkét városban. Aki télen elhagyta a futást, annak remek bemelegítő a szezonra, aki pedig az elmúlt hónapokban is formában maradt, annak jó edzés az a verseny, amelyet szombaton délután szerveznek a Sárospataki és Sátoraljaújhelyi futók. A helyi futókat szervező nagykövetek a héten stúdiókban számoltak be az idei rendezvényeikről, köztük az összefutásról is. Ez egy országos rendezvény, mi csak csatlakoztunk hozzá, és szerencsére Erikában társat találtunk ebben, és így egy kicsit megszínesítve Patak-Újhely összefutásnak neveztük el ezt az eseményünket, úgyhogy mind a két városból egy időben indul a csapat, és Károlyfalvánál összefut a két város futó nemzedéke, és ott eszünk, iszunk, beszélgetünk, és aztán mindenki elindul hazafele, ahogy szeretne, futva kocsival, akinek mennyi a táv. A Sátoraljaújhelyi futó nagykövetek célja, hogy a bátortalanabb, de sportolni vágyókat is megszólítsák, így nem csak nagy tömegeket megmozgató rendezvényekre hívják a futókat, de rendszeresen szerveznek edzést kisebb csoportokban is. Ekkor pedig mindig a sportág megszerettetése a cél. Vannak Újhelyben, Patakon is és a környéken is sok futóval találkozunk, hiszen többeket személyesen is ismerünk, de így ilyen futóközösségben nem igazán akartak eljönni az elején. És hát így lassacskán egyre több ember jött el, most már elértük azt, hogy minden hétvégén tudunk futást szervezni, és 11 néhányan biztosan eljönnek hétvégente, úgyhogy ennek örülünk. A kardió edzés után vasárnap egy nyugalmasabb, testet és lelket megmozgató programot szerveznek Sárospatakon, ahol a jóga kapja majd a főszerepet. Ez egy olyan délután lesz, ez a test és lélek délután, ahol picikét a testünkkel is törődünk, a jógát fogjuk most tulajdonképpen a reflektorfénybe állítani, és beszélgetés lesz, természetgyógyásszal való beszélgetés, illóolajterápia lesz, masszázs, csontkovácsolás, kóstoló, egy kecske és jósajtot készítő mester jön, szóval én azt gondolom, hogy így a testünknek, lelkünknek, sőt az ízlelő bimbóinknak is élményt fogunk szerezni ezen a vasárnapon. Nem csak a hétvégén szerveznek izgalmas sportrendezvényeket a Sátoraljaújhelyi és Sárospataki sportolók. A következő nagy rendezvény a hagyományos Kossuth-staféta futás lesz, amelyet idén április 9-ére terveznek. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. A települések jegyzőjénél kell igazolást kérni a vállalkozóknak, ha mentesülni szeretnének a dupla személydíj megfizetésétől. Több szakigazgatási szerv egy helyen, a Sárospataki járási hivatalban. Színes nyári programokkal készülnek Sátoraljaújhelyen. Kedves nézőink, Önök az M-Plain Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. További szép estét és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!